Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm építészeti és épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta általános építőipari Kft., az Ibül tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cég értékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktív SRL. A műsor támogatója VLG kábelkereskedelmi Kft. Kedves nézőink, érdemes lesz a foci és sporttal tartani a legközelebbi adásnál is, hiszen Kővári Barna lesz a vendégem, aki autós versenyző, hihetetlen kalandos életet él, és természetesen a műsoraiban is nagyon sok mindent megoszt a közönséggel. Találkozunk a foci és sportban. Azt gondolom, hogy a mai nap körbejárunk mindent, ami az autós világot érinti, az autó versenyzést érinti, és annak mindenféle ágát, hiszen... Ahogy végignéztem az életedet, gyakorlatilag nincsen olyan szegmens benne, ami ne az autókhoz, illetve az autóversenyzéshez kötődne. Jól látom ezt? Jól, üdvözlöm én is a kedves nézőket. Talán lehet azt mondani, hogy benzin csörgedezik az ereinkben, de akkor ez lehet, hogy egy kis túlzás. De azért így végigjártam ezt a fajta guruló kis életet, hogy elkezdtem a gördeszkával, a görkorcsolyával, BMX-el, kis Rometel Simpsonnal, kórházzal és Trabanttal, ami utána nagyon meghatározta az életemet, és onnantól kezdve az egész valahogy sodródva az árral így kialakult, és azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek most úgy tűnik, hogy végre a helyünkön vagyunk, de ebben mindenképp szerepe van az autózásnak, a benzingőznek, magának ennek a benzingőzős érának, illetve a hangulatnak ez meghatározó volt. Múltkor találtam édesanyámtól egy rajzot, ahol óvodában már lerajzoltam az zöld Trabantomat. Tehát ez így aranyos és édes. A Trabant az egy meghatározó személyiség az életedben. Azért mondom így, kislány, igen, nekem is volt Trabantom, sőt, még kacérkodtam is vele, hogy versenyezni fogok. Na. Vettem is rá ilyen kis pici versenykereket, és el is kezdtem a főtaxinál annak idején. Főtaxi motorsport. Igen, úgyhogy aztán utána annyira azt gondoltam, hogy annyira tudok mindent, hogy gyorsan csináltam egymás után 4-5 karambolt, és akkor azt gondolta a kis családom, hogy nem biztos, hogy ezzel kellene foglalkozni, zárójel bezárva. Viszont vannak, akik úgy gondolták, hogy pontosan azért, mert ez ennyire veszélyes, és ennyire ilyen, mint te, ugye? Azt mondta, hogy hát ebben kell élni. Azért érdekes az, amit mondasz, mert én ugyanígy gondolkoztam, hogy összetöröm egy párszor az autómat, csak hála Istennek ezt minden versenyen, szinte minden kanyarban meg tudtuk tenni, és ez akkoriban ugye a 90-es évek elején, 93-94 környékén óriási népszerűséget hozott nekünk is, de azért volt ez jó pofa történet, mert ilyen adok-kapok effektus volt. Tehát mi fölborultunk azért, nem azért, mert én szerettem volna, és mindig ki akartam lakatoltatni, és meg akartam csinálni az autót, hanem tényleg toltuk a határokat, és akkor mindig egy kicsit tovább, viszont ez óriási örömöt szerezett a nézőknek. Ők borítottak vissza, mi mentünk tovább, tehát szépen lassan egy ilyen közönségkedvenc cévált Barnus, illetve csapata, de én inkább azt mondom, hogy ennek nagyon nagy szerepe a Trabantnak volt. Tehát, hogy egy kis hamubesült pogácsával érkező kisrác, hát ugye 20-22 éves voltam, illetve a navigátora, az megpróbál a közönséggel együtt élni és együtt lélegezni. Ez nagyon fontos momentum volt, hogy akkor megéreztük ennek a varázsát. Hogy igenis megálltunk velük, és ittunk a tüzes vízből, vállalom, mert az akkoriban működött. Uh-huh. És tudtunk egy emberként létezni az autósporttal, és ők segítettek abban, hogy visszaboruljunk, volt olyan, hogy gyűjtöttek pénzt, hogy meg tudjuk csinálni az autót, tehát annyira aranyos hangulata volt, ami már eltűnt. Tehát ugye most már a pénz szinte minden sportágban azért meghatározza a megjelenést, az eredményeket. Nekünk nem volt kötelezettségünk, semmi. Magunknak csináltuk, magunknak építettük, de szerettünk versenyre járni, és minden verseny, ami lehetett, elindultunk. Megállítok egy pillanatra, mert ez, hogy nekiállunk és borulunk, ez most úgy tűnik nekem, hogy gyakorlatilag a versenyen belül, vagy nem is tudom, hogy versenyen kívül, csak bemutatókon történt meg. Nem, ez versenyen. Tehát versenyen. Igen. De ennek az volt a versenynek a célja, lehet, hogy teljesen tudatlan vagyok, hogy minél többet boruljunk, vagy A-ból B-be el kell jutni. Igen.
tehát a rally versenyek szabályai szerint, hogy ezt kétfelé kell osztanunk, vannak kötött utcai szakaszok, el kell jutni a gyorsaságig, a gyorsaságig végig kell menni, lehetőségekhez képest minél gyorsabban, utána megint kötött átlag utcai szakasz, és akkor az egész időterv szerint működik egy-két-három napon keresztül. De mi mindig valahogy fölborultunk, és ez nem direkt volt, ezért volt benne az érdekesség, vagy óriási módon csúszkáltunk keresztbe jobbra-balra, tehát próbáltunk, nem tudom, talán azt kell mondom, hogy lendületesen, nem félve a haláltól, a kaszás ellen küzdöttünk a kis kétütemű csodánkkal, Zweitakt forever, ridin-din-din-din-din, imádtuk az egészet, és ugye mi magunk bütyköltük, ez olyan fontos momentum volt, hogy a mi kis csapatunk voltak, mi kis gyerkőcünk, a mi kis lányunk, és amikor itt tudok talán választ adni a kérdésedre, amikor megkértek egy filmben, hogy boruljak föl, mint kaszkadőr, akkor nem tudtam. Tehát az nagyon érdekes játék volt, hogy én annyira rettegtem, és annyira féltem, hogy most mi fog történni, hogy konkrétan nem tudtunk fölborulni. Pedig mindent megtettünk annak érdekében, volt ilyen borítórámpa, és valahogy az ember akkor ösztönösen kikorrigálja. Amikor meg rajton a tudatmódosító bukósisak, akkor onnantól kezdve ez az egész átalakult. Tehát a verseny szelleme alatt ez működött. Amikor direkt kellett csinálni, akkor nem. A szörnyű volt egyébként, tehát lesütött fejjel kullogtam haza, hogy ez nem sikerült, pedig fölvették filmre, és hogy itt majd a kővári mekkorát fog esni, akkor nem ment. Szenzációs egyébként, hogy magában a versenynek az izgalma, az atmoszférája az vitt előre, de amikor megkértek erre, akkor nem ment. Vállalom. Azt már láttam, hogy adrenalin szint emelés nélkül egyáltalán nem tudnál létezni, minden porcikádban benne van. És azt is említetted, hogy saját magatoknak bütyköltétek utána, tehát akkor ezek szerint nagyon sokba kerültetek magatoknak. Nagyon. Tehát hogy sokkal egyszerűbb lett volna választani a sakkozást, még akkor is, hogyha azok a sakkbábuk márványból vannak. De megpróbáltuk megteremteni a hátterét. Tehát mi akkor egyébként trabantok szervizelésével is foglalkoztunk. Ez még az az időszak, amikor voltak utcán trabantok, meg még zsigulik is, meg kis poszk is, meg skodák. Aztán egyik persze a másikra ugye ez megszűnt. Egyébként hozzáteszem, akkor szakadt félbe a trabantos pályafutás is. Mert megszűnt az alkatrész utánpótlás. Tehát nagyon sokat dolgoztunk, ugye nagyon sokat segített a család, és már akkor megpróbáltunk olyan fajta támogatói hátteret megszerezni, most ezt mondhatjuk szponzorációnak, mondhatjuk partneri kapcsolatnak, ami valamilyen szinten segítette a versenyzésünket. De itt apró pénzekről beszélgettünk, itt nem sok millióról, hanem 10-20 ezer forintokról, amik segítették a tankolást, az abroncsvásárlást, de itt sem versenyabroncsokról beszélgettünk, hanem az egésznek volt tényleg egy ilyen, nem tudom, érezhető és családias jellege, hogy mindenki beleadta a sajátját. Tehát a cimborák jöttek szervizelni, édesanyám még csinálták a szendvicset, sátorban aludtunk, és trabanttal vontattuk a trabant versenyautót. Tehát, hogy volt benne egy olyan fajta élmény, ami most már eltűnt, és nagyon örülünk annak, hogy ezt az korszakot mi átéltük, megéltük, és hogy ez ennyire szimpatikus volt a közönségnek. Erről egyébként egy könyvet írtak 25 éves koromban, amit én nem tudtam földolgozni, mert nagyon furcsa, hogy írnak rólad egy könyvet. Nem csináltam én semmit, srácok, elmentem versenyezni, jól éreztük magunkat, mindenki cimbora volt, mindenkivel bandáztunk, és lett belőle egy könyv. Nem vagyok másabb, mint a többiek, de utána az embert ez valahogy elviszi, és ez egy nagyon nagy tanulság, és talán meg is lehet érteni azt, amikor idézőjelben tett celebek így elcsúsznak egy picit a maguktól, mert furcsa az, amikor bemész egy ilyen szórakozó helyre, és köszönnek, ha te köszönsz, akkor azért vagy nagy pálya, ha nem köszönsz, azért vagy nagy pálya. Igen. Furcsa ezt az egészet átélni, megélni és ügyesen lekezelni. Most már másképp csinálnám, tudom, de ez el kellett telni a bő 15 évnek. Akkor ezek szerint úgy érzed, hogy amikor 25 évesen a középpontban, a reflektorfényben voltál, mert különben nem írtak volna rólad könyvet, akkor ezt te nem tudtad kellőképpen értékelni, feldolgozni és kihasználni? Igen, ez jó gondolat egyébként, és nagyon kevesen tapintottak erre rá, hogy én sose voltam jó üzletember. Azt hiszem, hogy mindig fönt az öreg kaporszakálló segítette az utamat. Jobban vagyok az angyalkáimmal. Nem véletlenül vagyok még egyben, és nem véletlenül működik minden végtagom. Mert estem akkorákat, amekkorákat mások nem biztos, hogy túléltek volna. De nem tudtam kihasználni azt az adott szituációt, és valószínűleg nem is akartam. Tehát én nem akartam forintosítani azokat a dolgokat, amiket megszereztem. Eszedbe nem jutott. Eszembe sem jutott, meg egyébként is azt gondoltam, hogy ami egy nagyon fontos momentum volt 14 éves koromban, amikor kórházba feküdtem nyílt lábszárbetöréssel, sokan meghaltak mellettem, és professzor bácsi azt mondta, hogy emlékszem a családjára, és mondtam, hogy persze, itt ültek az ágyamon. De hát nekinek igazából nincs is családja, nincs is autója, nincs a házas, a nyaralója. Fiatalember, tudja, mi van nekem? Megszerzett élményem. És egy óra múlva ráhúzták a cipzárt. Tehát ez szerint próbáltam megélni, egyébként hozzáteszem halkan, hogy a mai napig is ezt így próbálom, most már egy picit azért komolyabban, de hogy a megszerzett élmény az a legfontosabb, hiszen majd egyszer azt visszük át. Tehát nem forintosítottam ezt. Lehet, hogy most már másképp kéne csinálni,
De akkor ez így volt természetes, és szerintem nem is csinálnám más, hogyha újra lehetne ilyen lehetőségem. Említetted itt az angyalkákat, az urat, stb. És gondolom, hogy volt halálközeli élményed. Volt egy pár. Gondolom, hogy hívő ember vagy, ezt mondjuk lehet sokféleképpen értelmezni, nevezni, de azt gondolom, hogy te 100%-ig hívő vagy. Én hiszek abban, hogy van ott fönt valami. Azt, hogy most ezt minek nevezzük, ezt mindenki döntse el magában. Lehet ez katolikus, lehet ez buddha, lehet ez bármilyen más vallás. Azt tudom, hogy valaki fogja a kezünket. Ezzel már szemben. Ezt érezted? Éreztem, nem egyszer, nem egy-kétszer. Spirituális vonalon is egyébként hiszem azt, hogy létezik a materiális világon kívül egyébként más történet. Az, hogy ezt hova jutunk, meg mi lesz belőle, ezt majd úgyis csak utána tudjuk meg. És valószínűleg nem fogjuk tudni megbeszélni, vagy ha megbeszéljük, más nem hallja. Tehát, hogy ezt megtapasztaltam az élettől. Én végeztem sok ilyen fajta tanfolyamot, mert tudtam azt, hogy vannak hozott problémáim. Akár előző életből, akár nem. Ezt lehet kinevetni, lehet elutasítani, lehet nagyon belemélyedni, de azt hiszem, hogy mindenki ebből annyit vesz ki, amennyi maga számára fontos. Tehát én voltam pránanadin, Hellinger terápián, kineziológián, tehát ezeket a dolgokat én azt nem utasítottam el, mert kíváncsi voltam arra, hogy mik vannak bennem, mint problémák, okozati összefüggések. És én szeretek tanulni, szépen lassan megtudtam azt az élettől, és megtapasztaltam, hogy minél többet tudsz, bocs, de annál inkább buta vagy. Igen. Ez egy szörnyű mondat, igen. De nagyon nagy felismerés, és ezért semmiféle ilyen dolgot nem utasítok el. Tehát, hogy én jártam egyébként, és most ez talán aktuális, iszlám területeken is, és ott sem tapasztaltam azt, ami egyébként most Európában van, ott asszimilálódni kellett. Ezért egy kicsit furcsa ez a helyzet, hogy most itt Európában így zajlik a történet, mert én megjártam Afrikát nem egyszer, nem kétszer, ahol nekem kellett átváltoznom, átalakulnom ahhoz, hogy túléljem azt a világot. Most meg egy kicsit felfordult ez a történet. De mindenképp van valaki ott fönt, aki vigyáz rám, és fogta a kezemet. És az angyalkáim szerintem, amikor vége lesz ennek a sztorinak, akkor kocintanak egyet, és kimozogtuk ezt a srácot, túl vagyunk rajta. De szoktam kérni a segítségüket, bevallom, bocs. Az afrikai és az egyéb arab világbeli élvényeire majd vissza fogunk térni, de most egy picit a Trabantra még szeretnék összpontosítani. Mitől volt több és más a Trabant, mint a többi kocsi? Ugye azt mondtuk, hogy papír, autó, vagy pakuntekli, lehetett sok mindenek nevezni, de azt gondolom, hogy mégis valahogy törésállóbb és biztonságosabb volt sok esetben, mint egy fém kocsi. Egyébként a töréstesztjéből kiindulva azért itt, hogyha most így elkezdenénk ezt elemezni, akkor órákon keresztül tudnánk erről beszélni. Ez speciálisan meg volt építve versenyautónak, tehát volt benne bukócső, kagylőülést, azok a biztonságtechnikai felszerelések, a 6 pontos biztonsági, amitől az egész egyébként tényleg biztonságosá vált. Tehát nekünk konkrétan soha nem volt semmi bajunk, nem volt karcolás rajtunk, megvédte az életünket. Más jelleggel van megépítve a Trabant, mint egyébként egy fémvázas, vagy karosszériás, vagy egy alvázas autó, de nem mondanám biztonságosabbnak. És ugye a kezelési útmutatóban is az van, hogy vigyázzunk rá, mert könnyelműségre nem ad okot, azonnal föl tud borulni. Hát ezzel én szembesültem is, de mondom, mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztonságban legyünk. Tehát nem voltunk ostobák, és nem voltunk buta gyerekek, csak megpróbáltunk úgy autókázni, hogy az veszélyesnek tűnjön, és a végén kiderült, hogy veszélyes is. De hála Istennek megúsztuk, és tényleg számomra egyébként belülről azért mondom, hogy valamiféle más világ, mert Matrixként működött ez, tehát hogy megszűntünk létezni a kezemet, mint hogyha nem is én irányítottam volna, és hát kívülről megnézve egy-két felvételt, tényleg én is most is ugye elszólják, hogy ezt az én... Ezt ezzel a kezemmel megmertem csinálni, és tényleg néha lehet azt mondani, hogy vakmerő volt, meg félelmetes, sőt inkább bátor. Mint a ló. De a halka jegyze meg, inkább hülye. Tehát, hogy ezt így egy kicsit erősnek is tűnt, de nem volt olyan fajta problémánk, hogy ránk kellett volna hívni a mentőt. Nagyon furcsa. Tehát, hogy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog ez, hogy azért mondom, odafönt ezt az egészet kezelték, miközben egyébként pedig a közönség számára azért volt egy nagyon fontos momentum, mert ezek a Trabantok akkor voltak ugye elfogyó félben. És amikor elkezdtük, akkor még 30-40 Trabant volt, amikor befejeztük, mi voltunk egyedül. Tehát, hogy az egésznek utolsó Trabantosként, ezért mondtam ezt a hamubösült pogácsás történetet, utolsó Trabantosként még a tömeg megvárt minket. Tehát nagyon érdekes volt a szituáció, hogy a verseny elején lévő élmezőnyt, és utána a végén lévő kisrácot megvárták, aki jött a kis 26 ló erejével. És végig toltak egy versenyben. Tehát olyan élményeim voltak. Ausztriába fölemelték a célba, és átvitték az osztrákok, akik egyébként ugye, amúgy pedig egy ilyen kis higgadt, nyugodt nemzet, olyan fajta
érzéseket tudtunk kiváltani emberekből, ami számunkra is iszonyatos töltést adott. És ez mindig vitt egy picit előrefelé. Tehát amikor eltörik egy autó féltengelye, és nincs hajtása, és 8 kilométeren keresztül tolták gyerekek az autót, úgyhogy benne ültem, és mondom, hagyjátok abba, nem, és betolták a célba. Életem legmeghatározóbb és legkeményebb élménye, mert nagyon sok autó volt félreállva. Tehát a többieket nem tolták végig, minket meg igen. És milyen érzés lehetett szegény a versenyző párosnak, akiket nem? Minket meg a kis trabival igen. Tehát azért mondom, hogy olyan adok-kapok effektus volt, ami szenzációs és örökre beégett a retinánkba, meg így a kis élményünkbe. És ezt az egészet egyébként megspékeltük egy olyan fajta őrülettel, hogy elindultunk 2013-ban, tehát most, ugye most már 3 éve, a Monte Carlo Historic Rallyn. Tehát kivittük a nagy luxusba, építettünk egy újat, és kivittük... Trabantot? Trabantot, persze, csinált. Tehát még a nagy nehezen össze tudtunk hozni egyet, most is készül egy halka, jegyzem meg, azért nem hagyom abba, de az pályautó lesz, az megint egy más történet. És ez a Monte Carlo Rallyn, ugye az egy tradicionális, majdnem egy évszázada működő rallyverseny, és ott a historik mezőnyben nem utolsók lettünk. Tehát ott nagy volvók mennek, meg olyan bácsik, akiknek egyen drágább órájuk van, mint az enyém, és megengedhetik, hogy a hajójuk a parkolnak ott a vízparton. Hát mi nem úgy mentünk, hanem ugyanúgy a trabantos mentalitással, és végigcsináltuk. És olyan respektje volt a trabantnak, hogy ott is a közönség és a versenyező társadalom. Tehát, hogy bocsánat, de egy korosztálya öregebbek játszanak ebbe a historik játékba, hiszen megtehetik maguknak, mert és milliómosok, milliárdosok. Mondjuk ki, hogy a Förmann laknak, meg a Hermitásban, vagy Hermitás, nem tudom, hogy kell mondani. Igen. Tehát az összes bulgári szappant elloptuk, bocs. Mert járt a nevezéshez egyébként 2 éjszaka a szállodában. Mondtuk, hogy azt nem kérjük. Olyan nincs, azt kérnetekkel. Mennyi lesz ez? 5000 euró? Jaj! Honnan? Tehát nagyon aranyos az egész, de volt egyfajta respektje. És a végén igenis megtapsolták. És azzal azt gondoltam, hogy befejeztük ezt az egészet.
durva dolog, hogy meghívták a Trabantot Amerikába, és kivittem egy NASCAR pályára. Tehát most Amerikában van az én kis Trabantom, egy NASCAR pálya mellett lévő gyűjtőnél. A NASCAR pályán csak azért nem tudtam vele menni, mert annyira dől oldalra, hogy lecsúszik róla. Tehát olyan kis aranyos volt, de végigmentünk ott is egy ilyen Hot Rod Power Tour nevezetű egyhetes túrán, és vittük a kis trabit, és megmutattuk, hogy mi ez. És akkor kérdezték, hogy honnan jöttük. Mondom, Schwarzenegger, Ausztria, megvan? Oké. Mellette van Magyarország. Az New York fölött van? Nem. Tehát egyen másabb, nem nagyon tudják, hogy mi van a tengeren túlon, és akkor megkérdezték, hogy ezt miből faragtam. Hát mondom, ezért mi nagyon sokat álltunk sorba, sőt évekig vártunk rá. Akkor megvan, jetski motor van benne. Ah, mondom, ha jetski motor lenne, jó, boldog lennék. Tehát teljesen más az egész dimenzió, viszont volt ott is egy kis verseny, amit az első 10-ben végeztünk a 300 autó között. Tehát onnantól már nem kell bemutatkoznunk. Jöttek a magyar srácok valahonnan, a kis pici kis sárga, small yellow részkárral, mert akkor sárga színű volt a kis trabi, úgyhogy azt hiszem, hogy most jó helyen van. Nem tudom szétszedni. Tehát ez azért jó, mert nem tud elfogyni. Be van rakva egy olyan bácsinhoz, aki erre vigyáz, minden héten lemossa, kiviszi egy kis kiállításra is, és talán, ha azt mondom 20 évvel ezelőtt, hogy a Trabant engem elvisz Amerikába 5 hétre, és ezt az élményt még megadja, akkor az fölfoghatatlan. És mégis ez történt. Zárókortként csak gyorsan lezárom, mert rengeteg sztori van benne, hogy volt még egy világrekord kísérlet is vele. Tipikus Amerika egyébként, furcsa volt, én 4 hét után már jöttem volna haza, még egy hetet ráhoztam. Szembeállítottak rengeteg autót, azt hiszem 327 autót, világrekord kísérlet, hátsó kerék forgatás, úgynevezett burnout, biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk, gumifüstölés, nagy erővel, V8-ak hazájába, szuper lesz, fogyasszon sok benzint. Hát én is szembeálltam a kis fallal, és mondtam, hogy van egy kis probléma, mert nekem a hátsó kerekem, mert nem hajtja semmi, csak elől. Jaj, most már fönn vannak ugye a helikopterek, filmezik az egészet, itt Guinness rekord kísérlet van, ezt már nem merik leállítani. Mondom, akkor most mit fogunk kitalálni? Mondom, az én kerekem nem fog forogni, és akkor megdől az egész. Rutinos magyar, kinyitja a motorháztetőt, teleönti olajjal ugye az üzemanyagtartályt, ha emlékszel még rá, vagy emlékszik még rá, akkor tudod, hogy oda kell beletölteni. És vártam, mert tudtam, hogy a mellettem lévő sok ezer lóerős autó azonnal el fogja tüntetni a füstbe, csak az első 10 másodpercig kell füstölni. És a kifogó hátul volt, én kihúztam a szivatót, ráindítottam, amikor bemutatták az öltszászlót, és ott állt mindenki, és újongott, hogy még a Trabant is füstöl. De az, hogy nekik a kifogó, az nem jött le. Aha. Tehát, hogy annyira aranyos az egész, hogy még ezt a végén megadta, és Guinness rekorder. A kis trabi. Úgyhogy de szerintem látszik is rajtam, hogy a élményt... Igen, szerelmes vagy belé. Kislány. Erre már nem kérdezek rá, hogy miért. Viszont igen, nagyon lényeges az a momentum, amit mondtál, hogy a családdal ezt együtt csináltátok végig, legalábbis az első időkben. Meg lehet, hogy későbbiekben is. Ugye nagyon sok olyan sportolóval beszélgettünk, ugye a jégmamák vitték a gyerekeket korsajázni, stb. Tehát ez is egy külön kategória. És minden szülő rengeteg áldozatot hoz, aki már kisgyerekkorában elkezdi versenyeztetni a gyerekét, hiszen oda kell menni, oda kell vinni, stb. És te mondtad, hogy benzin közben nőttél föl, tehát neked az volt a minden. Az otthoni családi összetartás ebből a szempontból, az milyen háttérből keletkezett? Ez egy nagyon furcsa momentum, mert egyébként pedig értelmiségi vonalon csak én lettem autószerelő, bocsánat, még a húgom is biológus professzor. A édesanyám, édesapám, mindenki tanár, nagyszülők is, mindenki. Csak volt a édesapámnak egy zsigulia. És ez a fajta, nagyon pici koromban az ölébe ülve tekergettem a kormányt. Tehát valamiből elindult ez a fajta momentum, de nem volt semmi késztetés. Tehát én mindent magamnak próbáltam meg. Amikor a legelső Simpsonok voltak, vagy a legelső kisromettek, akkor mindig szétszedtük, édesapám lefényezte, grafikus is volt egyébként, meg ugye ebből a szempontból rajztanár, tehát tudott ezzel bánni, és akkor segített ez az összerakásban. De ez nem olyan fajta felkészülés, mint például egy jégmamánál, hogy vinni kellett, hozni kellett, hiszen otthon volt. Én akkor elmentem motorozni, jó, és utána mentünk a kórházba 4 hétig fekvő gipszel, mert egy súlya húzták a lábamat. De jöttek minden nap. Tehát van benne áldozat, de valahogy ez az egész szépen lassan, azért mondom, hogy sodródva az árral alakult ki. Nem tudatosan felépítve, az biztos, hogy a BMX-el is tört, tehát a Heimpál kórházban nekem saját szobám volt. Maradjunk ennyibe. És minden csontom szinte el volt törve, de ez még a gördeszkás BMX-es korszakból indult ki, és akkor rájöttünk, hogy van olyan jármű, amit már nem kell tekerni, ó, csodálatos, csak tankolni kell. És akkor még olcsó volt az üzemanyag. Tehát így alakult át, és akkor, amikor a lábtörésből hazajöttünk, akkor kiderült, hogy venni kell egy Hikoma Trabantot, mert az, ami ugye működik úgy, hogy csak egy lábbal lehet vezetni, és innen jött a Trabant. Abból alakult. Tehát az első versenyautóm még abból a Hikoma Trabantból épült.
Nem próbáltak soha lebeszélni a szüleid arról, hogy ennyire túlfeszített és túlhevített életmódon próbáljál meg a kerekekhez alkalmazkodni? Nem. Engem engedtek. Egyébként nagyon furcsa, és ezt így lehet, hogy érdemes meg is, talán meg is köszönni, hogy fiam, találd ki, próbáld meg csinálni. Nem biztos, hogy ez a legjobb momentum egyébként. Mostani generációban azért látok egy-két hibát, és talán most már én is megérettem, vagy mondjuk úgy, hogy Barnus is megérett arra, hogy legyen gyerkőce, nekem még nincsen. Vagy legalábbis nem tudok róla, és még nem köszönt oda. Hogy nekem az édesanyámik, édesapámik engedték a hülyeségémet, és támogattak benne, minden téren. Tehát, hogy fiam, ha ezt te így gondolod, akkor menjünk ebbe az irányba, és ebben segítünk. Tehát nagyon font, nem fékezték, nem lassították, elmondták a véleményüket, ugye alaphelyzetben nem buta emberek, intelligens kis családból valók vagyunk, megbeszéltük, menjünk és csináljuk. De ennek rengeteg hozadéka volt, hogy én teremtettem meg, tehát én nem azt mondtam, hogy most akkor kérek szépen 500 ezeret édesapám, mert neked jól megy, mert nem ment jól. Tehát a tanári fizetésekből ki lehet indulni. Tehát mi azért hoztuk létre azt, hogy elkezdtünk trabantokat szervizelni, hogy annak a bevételét azt átfordítottuk a versenyzésre. Na de ez kellett 3-4-5 cimbora, aki ugyanígy beleállt ebbe. Ő nem vitt haza pénzt, hanem az én hülyeségemet segítette. Tehát akkor még voltak létező barátságok, amiket most már elrontott a pénz, a számítógép, az okostelefon, és ez a személytelen világ, amiben jelen pillanatban szenvedünk, és inkább otthon mindenki nyomkodja a gombot, és ahelyett, hogy kimenne egymással beszélgetni. Imádom ezt a mondatot, nincsen wifi, beszélgessetek, köszönöm, így legyen a világ, és nálunk még ez így volt akkoriban. Rengeteg mindent köszönhetsz az autóversenyzésnek, igen, és ennek a szeretetednek. Többek között az, hogy bejártál számtalan olyan helyet, vidéket, ahova normális ember nem jut el. Bocsánat, a normális. Igen. De egyébként ez így van. És ugye most pont ebben az időszakban ugye a Budapest Bamako Rally, a Párizs-Dakar, stb. Ezek a versenyek azért eléggé megbolygatják az egész világnak a vérkeringését, mert mindenki beszél róla valamilyen úton, módon, valamilyen szempontból. Melyik volt az a verseny, vagy az a túra, mert a kettőt nem lehet összehasonlítani, amelyik a számodra olyan élményt adott, ami egy picit a világképedet változtatta? Mindenképp a Badárra való kis bamakós megmérettetésünk. Más emberként jöttem haza. Tehát ez ugye most van 5 esztendeje, hogy mi kimentünk együtt erre a versenyre. Ugye előtte mi ismertük... Ez volt az utolsó olyan nagy Bamako Rally, szerintem, igen, ugye? Ahol Bamakóban volt a vége, igen. Utána jöttek a problémák, akkor nem jutott el odáig, most megint megpróbálják. Meg talán még akkor volt idézőjelbe téve a legveszélytelenebb, mert most már ugye azért ott az iszlám miatt nem könnyű a helyzet. De most is nagyon sokan nekivágnak, és maximális respekt mindenkinek, mert én tudom, hogy mi vár rájuk. És mi ugye idézőjelbe, tehát első áldozóként csaptunk ebbe bele, Badár Sanyi volt a Yoda-mester, én pedig az ifjú Skywalker. És ez így ment végig, azzal a különbséggel, hogy volt mögöttünk egy operatőr, és mindent föl is vett. Egyetlen egy instrukció volt, mindent vegyél. Azt is, ha minket vernek, vagy ha minket ölnek, vagy ha egymást verjük. És ez be is vált, mert ebből a Sanyi csinált egy mozifilmet. Úgyhogy ennek a hangulatképe az azért fontos, mert vissza tudjuk nézni, hogy mi is történt velünk, hiszen tényleg az embernek a gondolkodás módját megváltoztatja a jellemformáló hatású egy ilyen afrikai túra, és azt tudom mondani, hogy mindenkit leküldenénk Magyarországról, nem kell hosszú időre. Nem lenne elégedetlen ember itt? Nem, senki nem hisztizne. Nekünk, higgyétek el, hogy mindenünk megvan. Nem az a legnagyobb probléma tényleg, hogy ilyen telefon helyett olyan telefon kéne, mert ott áram sincs. A kupakvíz nagyon fontos momentum. A kupakvíz. Az egymás iránti tisztelet. A kommunikáció. Az, hogy ezeknek az embereknek ott, vagy ezeknek a gyerkőcöknek a 75%-a HIV pozitívan születik. És a tekintetük az boldogságot sugároz. Tehát pityergős egyébként, és ezekkel táncoltunk. Csak annyi, hogy táncoltunk mi, fehér emberek. Ugye mi leváltunk mindig az útról, tehát arra mentünk, amerre azt gondoltuk, hogy a Sanyi éppen is ilyen. Az utatok, arra igen, kell, hogy merre kell, hogy menjünk. És találkoztunk olyan falu vezetőjével, a Chef de Village-zal, ugye félig meddig azért francia gyarmatokon mész végig keresztül, aki 1969-es penicillin ampullát mutatott. Tehát 69 óta nem járt ott fehér ember, ahol mi voltunk. És mi nem mertünk adni neki gyógyszert, mert nem tudtuk, hogy mire akarja felhasználni. Adtunk C-vitamint, szájmaszkot, gumikesztyűt. Ezzel nem tudsz ártani, viszont nagy segítség volt. Megadtál vizet. Most mondom, hogy 8 liter ivóvízzel húzzuk le a WC-t.
Ott 1 liter vizet kupakonként szétosztottunk a falunak, és mindenki tökéletes tisztelettel megköszönte, sorba állt, nem balhézott, nem tülekedett, és utána a 1/2 literes pillapalackot félbevágtuk, és csináltunk belőle a mamuszt. Ami segít, hogy ne csípjen meg a puffogó vipera, meg a skorpió. Hoppá, ez egy pillapalack. Tehát, hogy az ember egy picit átgondolja azt, hogy mi van ott? És nagyon-nagyon sokat segített, hogy az ember, amikor picit le vagy szedálva, amire hazaérsz, és én is összeroppantam testileg is, lelkileg is, hiszen nagyon kemény, embert próbáló, nagyon fontos, amit mondtál, nem tudom, bocsánat, inkább, hogy túra. Tehát ez a Bamakó nem verseny. Nem időre megy, nem adott szakaszokat kell, mint a ralizásban, vagy a terepraliban, vagy a Párizs-Dakaron teljesíteni, hanem ezt végig kell csinálni. Különböző GPS pontokat lefotózni, megszerezni. Van ugyanolyan verseny feelingje, de ez nem az óra ellen zajlik. A versenyt az óra ellen vívjuk, vagy egymás ellen test-test ellen küzdelembe. Ez másabb egy kicsivel, de legalább olyan kemény, és legalább annyira embert próbáló, és gépet próbáló megmérettetés. Azt még hagyján, hogy tényleg 8 nap után jöttünk rá arra, hogy ugyanabban a ruhában vagyunk, amiben rajtoltunk, de hogy vagy a légkörméterben ne veszél össze a társaddal, kibírd azokat a dolgokat, amire nem vagy felkészülve, hiszen mindenkit csak azt hallottuk, hogy félj, Afrika fekete, Afrika durva lesz, és megesznek reggelire, vagy elásnak, és megesznek, és visszaásnak. Ezeket meg kell tapasztalni egészen addig, ameddig át nem esel a holdponton, hogy kiszállj, és merj velük kezet fogni. Azokkal a gyerekekkel, akikkel tudod, hogy betegek, vagy felnőttekkel. És ott mindenkinél van egy kalasnyikov, aki felnőtt. Úgyhogy neki van igaza. Tehát rálőnek egy sorozatot a kocsidra bármikor. Ugye az iszlám világban az alkoholfogyasztása nem megengedett. Tehát az alkohol birtoklása ér is elég komoly büntetés áll, hogy nem mondjam, úgy hívják halál. Pedig a Bamakónál azért ott kell ott vinni, igen, igen. Mert különben nem élek túl. Én tudom, hogy az ablakmosó tartályba, ami 7 literes, a kék ételfestékkel meg kell színezni, és már át tudod vinni a tüzes vizet, úgy hívják pálinka. Tehát ez megoldható. Na de rettegsz közben, hogy vajon erre mikor jön rá valaki. Aha. Hiszen az ott lévő emberek sem buták, csak egy picivel a számítógép világa nélkül élnek, hiszen spirálfüzetbe írtak mindent, de mégis tudták, hogy hol vagyunk. Uh-huh. Szóval félelmetes dolgokkal szembesül az ember, és nagyon jó érzés volt segíteni. Nem véletlen, hogy én azóta 6-szor visszamentem, és tényleg megjártam Koszovót, Kazaksztánt, tehát hogy olyan helyeken is voltam, így a Vörös Kereszt segítségével, ahol segélyszállítmányt tudtunk elvinni. Nem nagy dolgokat, csak az ember egy picit megpróbál segíteni azonkon az embereken, akik ezt nem várják el. És olyan fajta szeretet, és olyan fajta visszaigazolás érkezik, ami utána egy életre föltölti az embert, és megtanulja azt, hogy tényleg a Kárpát-medencében nekünk mindenünk megvan. Én ezt hangsúlyozom, mindenünk megvan. Nem kell hisztizni, és nem kell generálni saját magunknak a problémát. Nagyon fontos momentum. Erre tökéletes egy ilyen afrikai túra, és egyébként nem is kell sokkal messze menni Borsodba, vagy az ország szegényebb régióiba, ahol nincsen az óvodákban lepedő. Tehát mi nagyon sok ilyen dolgot és ilyen karitatív eseményt próbálunk létrehozni, ahol picit segítünk, ami nem pénzről szól, és ez nagyon fontos momentum, hogy vidd oda, add oda nekik. A pénzzel mindig baj van, ezt is megtanultam, hogy talán az csúnya szót fogok mondani, és lehet, hogy ez most bántó egyes embereknek, vállalom, az ügyvédem azt mondta, hogy az én véleményem szerint így kell kezdeni, egyik legnagyobb fertő a globalizáció, meg a civilizáció. Hiszen a természeti népek tudnak szimbiózisban élni. Mit ad Isten? Reggel fölkel a nap, este lenyugszik, és holnap ugyanez lesz. És nincsen semmije, csak az a pillepalacka lábán, és mesztelenül van, de betakarja magát homokkal, és holnap reggel új nap lesz. És mosolyog. Tehát ilyen csodákat meg lehet tapasztalni, nem kell hozzá más. Furcsa, és megdöbbentő egyébként, úgyhogy... Én nem szeretem azt a kifejezést, bocsáss meg, hogy jótékonykodás, de azt tudom, hogy nagyon sok olyan eseményen veszel részt, lásd most, mondtad, hogy 6-szor visszamentél már Afrikába is, és elmész Borsodba, és a Vöröskereszt, stb. És mondja, tulajdonképpen a kapcsolat a Mozdulj Közhasznú Egyesületnek a rendezvényei kapcsán jött létre, hogy mégiscsak elkezdtél odafigyelni másokra, és a magad módján segíteni. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy neked jól esik az, hogy adsz? Afrikában, a kisfaluban, amikor a kisgyerekek oda jöttek, és... Tehát ez volt az első. Utána kezdtél el Vöröskeresztezni? Igen, tehát én úgy jöttem haza, hogy rá 2 hétre már én a Vöröskereszt ifjúsági tagozatának valamilyen szintű segítséget nyújtottam. Az ott megdöbbentett. Tehát én előtte egy nagyképű, kiha én nem buddai, elkényeztetett úri gyerek voltam,
megkaptam a kokit a fejemre. Tehát, aha, hogy mi feküdtünk a homokba arccal lefelé, hogy ránk volt húzva az AK. És akkor Badar csak annyit mondott, hogy tényleg 26 euróért kell, hogy megdögöljünk. Az ember ilyen... Badar Sanyit hogy lehet túlélni? A Badar irgalmatlan nagy élettapasztalattal, rutinnal és iszonyatos humorral rendelkezik, és ez a humor és ez a nevetés mindenre való gyógyír. Aha. Tehát a Bonjour Monsieur Kapitán vagy Mon General minden problémát megoldott. És ebből kiindulva mi sosem vesztünk össze. Tehát ez kétféleképpen ússza meg az ember. Vagy még Genovában megveditek egymást az autóban, vagy az egész életre szóló barátság. Nekünk hála Istennek a második lett, nem kell ahhoz hívogatnunk egymást, hogy tudjuk, hogy mi történik, de rengeteg helyen voltunk már azóta is együtt, mert működik ez a kvázi pótapa a történet, és rengeteg dolgot tudunk megélni együtt, ami folyamatosan valamilyen szinten egy kicsit mozdítja elő az ember lelkét. A Badar nagy tanár, csak szólok. Szenzációs. És mondom, tehát ott az afrikai feeling az megcsapott, és onnantól kezdve már ez az egész, ez valahogy visz előre, de nagyon fontos momentum ennek az, hogy nem pénzről szól, hanem élménynyújtásról. Én autóista és meg tankoros gyerekeket is autóztatok, tehát hogy elmegyünk az iskolájukba, vagy az otthonba, és ők nem tudják, hogy kiknek csinálnak karácsonyi műsort, de tudják, hogy itt van a nagy sárga autós bácsi, aki vitte őket egy kört. Mert az az egy kör, amikor egy picit sodródunk, meg lobogunk, meg picit ugratunk a nagy terepjáróval, az nekik egy életre szóló élmény. És itt kapcsolódik vissza, amit az öreg bácsi mondott, hogy egy dolgot viszünk át, a megszerzett élményt. És az ott aranyos. És akkor jól vagy. Akkor jól vagy. Az, hogy az autós élményeidet és egyáltalán az egész élményrendszeredet a nyilvánosság elé vidd, és ebből te műsorokat csináljál, akár rádióműsort, akár tévéműsort, ez minek volt köszönhető? Nem hiszem, hogy ezt a fajta dolgot ezt mindenképp forszírozni kellene, vagy illene. Tehát az ember nem másnak jótékonykodik, és itt ebben egyetértünk, hogy a jótékonykodás szó az nem biztos, hogy jó, hanem megpróbál segíteni, és szerintem önmagán segít. Én nem kizárt, hogy kompenzálok a rossz cselekedeteimért, mert voltak azok, mindenkinek volt, tehát tegyük szívünkre a kezünket, van épp elég csibészség az életünkbe. És lehet, hogy én ezzel próbálom az egészet egyensúlyba hozni, mert ott fönt X-re játszanak. Ez egy nagyon nagy tanulság, és ezt nem biztos, hogy mindig meg kell mutatni a nagy közönségnek. Tehát nem cél ez, hogy mi ebből csináljunk egyfajta mozit, egyfajta filmet. Ha netalántán van ott egy kamera, akkor ezt érdemes rögzíteni. De például gyerekekről sosem csinálunk ilyesmit. Mert azt gondolom, hogy ez nem is illik. A személyiségi jogok miatt sem, meg egyáltalán. És nem cél az, hogy én azért jótékonykodjak, hogy utána benne lehessek a tévében, ebből már megjöttünk. Igen. Nem. Ezt magunk miatt csináljuk, vagy ő értük. Nem is hiszem, hogy ezt az egészet... Aki emiatt csinálja, az gyanús egyébként. Tehát a televízió műsor, illetve a rádió műsor inkább az autósporttal, motorosporttal foglalkozik, amiben néha bele tudunk csempészni bizony ilyen jótékonyságot, és akkor elmeséljük, hogy volt egy ilyenfajta történet is. De nem az a csapás irány. Az egy mellékszál legyen, hogy egy kicsit fölhívjuk az emberek figyelmét, hogy higgyétek el, jót tenni jó. Nem egy bonyolult mondat ez, és talán van egy olyan üzenete az egésznek, hogy ne csak karácsonykor, meg Mikulás napján legyünk adakozóak, hanem márciusban is. Vagy augusztusban is, mert miért ne? Mert nem egy olyan bonyolult dolog, ha tudsz egy picit adni. Adni jó, mint kapni. Én már ezt megtanultam. Tehát szépen lassan így, ahogy elhagytam a negyedik X-et egyébként, az érdekes momentum volt, hogy megváltozik az embernek így a hozzáállása. Kicsit talán le is higgad. Bölcsülünk. Jó szó az, igen. És ehhez viszont a világjárás, meg a különböző kultúrák megismerése egy nagyon nagy tapasztalatszerzés. Nagyon jó mondat azt, amit Albert Camus nevezetű filozófus vagy Nobel-díjas író, nem akarok butaságot mondani, írt, hogy az utazás segít megismerni önmagadat, és ebben nagyon nagy királyság van, és nagyon igazság. Minél többet mész, annál inkább szembesülsz saját magaddal, a hibáiddal, vagy netalántán azzal, hogy mit kéne hogyan változtatni. A kultúrák közti különbségről szeretném, hogyha egy picit még beszélnél, azért megtapasztaltad, már említetted Amerikát, hogy mennyire nem ismernek minket, és mennyire, én azt gondolom, hogy nagyon sokan teli vannak egóval, és azt gondolják, hogy minden onnan indult el, és ők a legbölcsebbek. A szemeid is felakadta, jól gondolkodom. Nagyon, igen, az is egy más világ, más. Ugye, és fölülről tekintenek ránk, és teljesen más az arab világ és az afrikai világ.
Az alkalmazkodásról szeretném, hogyha egy pár gondolatot megosztanál velünk, mert adás előtt szóba került, úgyhogy nem szeretném, ha kimaradna. Igen, furcsa, hogy az embernek az adott helyzetben, az adott kultúrában, az adott helyszínen, éghajlati övben meg kell próbálni átvenni az ottani emberek szokásait. Ha ez nem működik, akkor nem túlságosan sokáig maradsz életben. Ez igaz egyébként az Afrikára, igaz Koszovóra, igaz Kazaksztánra. Amerika más. Néha úgy éreztem, és most lehet, hogy megint azt kell mondjam, hogy az én véleményem szerint fontos. Azért van baj a világban, hogy Amerikában minden jó legyen. A fogyasztói társadalom világa. Egy így el, fogyasszá, tankolja. Én ezt tapasztaltam Amerikában, de idő után már unalmas volt, hogy olcsóbb enni egy gyorsételmi étterembe, mint bemenni a boltba. Mindenhol 19 fokra klímázunk mindent, te pedig én Houstontól a közép-amerikai régiót jártam végig, tehát ezt a texasi világot, nem voltam a két szélén a tengerparton, adom. De az a középső világ nekem kevésbé tetszett annyira, mint az afrikai szegénység. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de mindenki azt vegye képbe ebből, ami a lényeg. Hogy tényleg onnan az ember haza akart jönni. Afrikában pedig ott úgy érzett, hogy mintha az ősiség itt lenne, és itt kell lenned, itt van egy spirituális erő. Az ősiség törvénye működik. Amerikában pedig egy generált fogyasztói társadalom van. Nekem az nem annyira tetszett, ettől függetlenül tényleg ott van. Felületes. Színház az egész világ, és az Amerikára nagyon érvényes, hogy óriás palábert tudnak csinálni. Voltam Elvis házában, tökéletesen ki van találva, hogy mindig fogyasszál valamit, vegyél. Tehát úgy visznek végig, vezetve, bocsánat, mint a birkákat, hogy előbb-utóbb kikötsz egy sobba, és nem tudsz más csinálni. Kis kulcstartó, tök szép, tök aranyos, és ugyanez igaz a NASA-ra is. Megnéztem a nagy űrhajókat, de hányat lőttünk már föl, minek? Tehát ott is 10 emeletes ház magassága a rakétának az átmérője. Tehát úristen, mennyi üzemanyag ott pocsékoltunk, és a NASA egy egész fél Budapest. Tehát, hogy óriási, irgalmatlan. Az autópályák, például egy NASCAR pályán 12 csáv oda, 12 csáv vissza. És azt, tehát már megyünk egy fél óra, és mondom, hol a NASCAR pálya? Mellette megyünk. Tehát a monumentális, az egész giga megalomán. Számomra egy kicsit furcsa. A srácokkal Afrikában szerintem egyen jobb volt, aki tényleg a bokorban aludt. Tehát ezen furcsa mondtam, és itt még bocsánat, az iszlám is. Aha. Hogy az arab világgal is, vagy az iszlám világgal is lehetett szimbiózisban lenni. Meg kell tanulni, hogy bocsánat, de ott mi vagyunk a színes bőrűek, és ők vannak otthon. Ők mondják meg, hogy mit csinálj, akkor működőképes. És ha te ezt el tudod fogadni, akkor bizony lehet kommunikáció. Tehát van olyan, aki az tényleg ránk húzta az ákát, aztán utána bejött a Facebookon. Van ilyen fajta élmény is. Ezért nem értem azt, hogy miért van az, hogy most egy kicsit itt megfordultak a dolgok, amikor az emigránsok megérkeztek, és ők egy picit nagyobb arca próbálják ezt az egészet, de ez valószínűleg tartom kommunikáció kérdése, nem is szeretnék semmilyen politikai vonalra elindulni, de mi megpróbáltuk betartani az ő törvényeiket. Hát nekik is be kéne tartani a mi törvényeinket. Te mondtad, nem, én köszönöm szépen. Tehát, hogy így viszont... De jó, így tud működni de a világ. De így kéne működni a világnak. Megtanultam azt, hogy nem ahol nézünk. Vendég vagyok. Ott megpróbálod a többieknek a világát előnyben részesíteni, és egy picit visszaveszel az agarakból. Ehhez kell egy-két pofon, hogy megtanuld, de így viszont túl tudod élni. És egy pici karkötőt odaadsz neki, egyből barátok lesztek. Mert a fehér ember odaadta színes bőrűnek, bocsánat, a karkötőjét, egyből átenged a határon. Tehát valaki 36 órát várt a határon, mi meg átmentünk két golyóstolla 17 másodperc alatt. Mert adtunk valamit, ami a miénk volt. Bonjour, ça va, bien, everything okay? Tehát ennyiben működik, és megoldható. Csak tudni kell hozzá kommunikálni, és merni kell. Kommunikáció, kitértél a válasz elől. Azt kérdeztem, hogy hogyan kezdtél el műsorokat csinálni. Vagy mi volt az első kötődés, amikor azt gondoltad, hogy ezt a nézőkkel, hallgatókkal meg kell? Hiszen hát azért a Juventus rádiótól kezdve, tévék, rádiótól... Rengeteg volt az elmúlt időszakban, és nagy is, meg kicsi is. És egyiket sem bánom, és mindenkit azt gondolom, hogy a tanulási folyamat része. Amikor 2002-ben abban maradt a trabantozás, 2003-ban átültem egy másik autóba, amivel azonnal magyar bajnok lettem. Tehát ott meg lehetett bizonyítani azt, hogy a trabantos bohóckodás, hülyéskedés, közönségnek való autózás, az azért egy olyan fajta rutint adott, és egy olyan fajta vezetési tudást, idézőjelben, mindenféle nagypálya nélkül, amit ha átültettünk egy professzionális versenyautóba, eredményes is tud lenni. És ez egy nagyon nagy elégtétel volt, bocsánat nekem, viszont megdöbbenés volt az autósport társadalomnak. De ekkor, hála Istennek, az egyik televíziós csatorna ezt így meglátta, hogy itt van ez a gyerek, aki egyébként 97-ben már egyszer-kétszer rendezvényeken a nagypofájával hangoztatta, hogy mi a véleménye erről.
közönségkedvenc is volt, meg nyert is versenyt, meg bajnok is lett. És úgy tűnik, hogy beszélni is tud, és nem ijed meg a mikrofontól, nincsen a úgynevezett mikrofondrukja. És adott egy lehetőséget. És akkor elindultunk, ami persze teljesen kezdetleges, és most nem merem visszanézni, inkább nem. De rengeteget lehetett belőle fejlődni, és itt a Nagy Sanyit mondanám, aki rengeteget segített, mint műsorvezető társ. Mi két dudás voltunk egy csárdába, tehát nem volt könnyű az összecsiszolódás. Ők ugye most a kereskedelmi csatornán egyébként a mai napig csinálják az autós műsort, én abból 2010-ben kiszálltam. De rengeteget tanultam, és rengeteget fejlődtünk abban az irányban, hogy hogyan kell normális autós műsort gyártani. Persze itt is vannak hibák, voltak jobbak, nem jobbak, elismerjük. Nincs olyan, hogy nagyon fontos momentum, és ez szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy nincsen kész televíziós műsor, csak leadható. Tehát most küldjük el, ennél jobb nem lesz, mert soha nem tudjuk befejezni. Tehát a határidő a legjobb múzsa. Ezt is megtanultam. És mindig lehetne ezen. És jobb, a végig nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ezt is ki kellett volna. Igen, meg, Igen. Nincs kész, csak leadható. Most add le. Ez egy érdekes momentum, igen. De rengeteget tanultunk belőle. Úgyhogy így jött. Tehát ez is egy ilyen, rengeteg véletlen sorozata vitte előre az életemet, és azért mondom, hogy az öreg még csíp, remélem egy darabig még velem lesz, mert jó irányba terelt, és ami most van, az pedig ugye már végre a sajátunk. Tehát idézőjelben a saját kis rádióműsorunk péntekenként, hétvégén rendezvények, autós rendezvények, illetve autós sporttal való kis televízió műsor, amiben én vagyok a műsorvezető, én próbálom összerakni a hátterét, én rakom össze a vágást, tehát ugye az egészet kezeljük. Mindent sikerült úgy megtanulnod? Tehát nem, egyikünk sem mondhatja ezt. Rengeteget lehet mindig minden más embertől tanulni. Mennyi mindent tanultál meg magából a szakmából? Mert hát nem csak azt csinálod, hogy fogod magad, leülsz és dumálsz. Mindegyik részéből talán kicsiptem egy picit. Mindenhez értesz egy picit? Egy picit. És azért átlátod az egészet. Még sem értek semmihez. Ezt én bevonom. Tehát mindent láttam már, hogy kéne, és megpróbálok magam köré olyan embereket gyűjteni, vagy olyan kollégákat, akik viszont mernek, és a saját kútfejük szerint mernek dolgozni. Tehát én megpróbálok szabadságot adni. Úgy csináld, ahogy gondolod. Mutasd, mi lesz belőle. Ha nem jó, akkor elmondjuk egymásnak. Olyan fontos dolog az, hogy az ember merjen beszélgetni. Megint csak visszakanyarodtunk. Figyelj, testvér, ez nem tetszik. Ez így nem lesz jó. Az operatőröknél is szabad kezed van. Az hogy lehet? Mondom, azért. Legyél művész. Lásd azt, amit te akarsz látni. Más látásmód lesz belőle, mint ha én mondanám. Aztán, ha nem tetszik, akkor megbeszéljük. A legközelebb, akkor inkább azt vedd föl. Tehát a szabadkezűség szerint mindenkit kéne hagyni picit kibontakozni. És ez egy fontos momentum, mert akkor mindenkiről lejön talán a teher, hogy meg kell felelnem, úristen, ezt most csak így kéne csinálni. Nem, tesó, mutasd meg, mit tudsz. Kamerát szoktál fogni a kezedbe? Nem, én nem tudok képkeretezni, bocsánat, nem látom, nem tudom, hogyan kell berakni. Ez nagyon furcsa. Rajzolni sem tudok, tehát ezeket a dolgokat nem. Körülbelül átlátom, hogy legyen a beállítása, de én nem tudom bekeretezni. Az a képkeretező szakiparosoké, úgy hívjuk az operatőröket. Egyébként érdekes. Nagyon kemény meló, és nagyon durva látásmódot igényel. Szenzációs, hogy milyen különbségek vannak emberek látásmódjai között. Iszonyat, hogy ő így látja, ő úgy látja. A kamera fogásból meg lehet mondani, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó. Valaki lent tartja, valaki fönt tartja föl. Szenzációs egyébként, és nem véletlen, hogy ez egy külön szakma. De próbáltad is egyébként? Igen, azért mondom, én nem látom. Bekapcsolom, ott van középen a feje. Tehát, nem is érek hozzá, lerakom egy statívra. Egy fotót nem tudok készíteni. Nem, sem. Ugyanaz. És valaki meglát olyan gyönyörű dolgokat, én nem. Be van keretezve. Tehát, hogy oké, megvan, csináljunk egy selfit, ennyit tudok tenni az ügy érdekében. Ne, ez nem az enyém. Én inkább megpróbálom a hangulatot átadni, és az adott versenyről, vagy az adott rendezvényről azt kiadni magamból, hogy én mit tapasztalok. És az már viszi a versenyzőt, hiszen tényleg van 20-22 éves kapcsolatunk. Mik a terveid? Hova lehet eljutni? Meddig lehet eljutni? Furcsa egyébként, és nagyon köszönöm szépen ezt a kérdést, mert nem tudom. Őszinte leszek, nem tudom. Tehát az, hogy most eljutottunk odáig, hogy most már a 34. éve megy a saját kis műsoruskánk, és végre ez úgy tűnik, mondjuk el a nevét nyugodtan, meg azt is, hogy hol van, mert ugye a Dinki Sporton megy jelent. A Félelem Nélkül című autó- és motorsport. Nem véletlen a címe. Igen, egyébként valamilyen szinten traumatos módból kiindulva találtuk ki ezt még közösen, és versenybeszámolókat készítünk, ez kiegészül egyébként ugye a pénteki rádióműsora, tehát most úgy tűnik, hogy a helyemen vagyok. De 10 év múlva ez már lehet, hogy nem megy. Tehát valamiféle, bocsánat, még nincs családom. Tehát kéne most már, én is látom, én is érzem, hogy nem csak a gyerkőcök segítése, hanem egy saját gyerkőc nevelése is most már életszerű, és ugye célegyenesben vagyok, tehát itt most már
reméljük, hogy megtaláljuk az anyját is, remélem, hogy megtaláltam az anyját is. Bízunk benne, hogy ezeket meg lehet oldani, de a családalapítás szerintem még egy fontos momentum, és akkor talán egy pár dolog háttérbe kerül, de az egzisztencia megteremtése is egy nagyon fontos momentum. Ugyanis azért nekem süti a zsebet a pénz. Tehát ami nálam van, az elfogy. Bármennyi is van nálam, az elfogy. Tehát jó lenne az egészet úgy összerakni, hogy egy picit nyugodtabban és higgadtabban lehessen élni. Föl fogsz nőni valaha? Akit az Istenek szeretnek, meghagyják gyereknek, de én remélem, hogy annyira higgadtan és bölcsen és nyugodtan tudom majd leírni a második verziót. Ugye ez a 40 azért választom, mert tudom, hogy kétszer ennyi már nem leszek, az én világom biztos, hogy nem. Volt is egy kis depressziós flash egyébként a születésnap után, de nem nagyon szeretnék sok mindenen változtatni, csak talán tényleg egy picit lehiggadni, megnyugodni, és úgy élni az életet, hogy már béke van. Mert annyi minden kalandon vagyunk túl, hogy ebből építkezni lehet, és hogyha ezt így ügyesen össze tudom rakosgatni, akkor jó lesz a végkifejlet is. Nem tudom, hogy ez még hogy alakul, bízom benne, hogy ezt is meg megmutatják. Én kíváncsian várom az irányokat. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy vendégem voltál. Műsorunkat támogatja az Alszovig SRL. Műsorunkat támogatja a Kaloterm Építészeti és Épületgépészeti ZRT. Műsorunkat támogatja a Muneris Konzorcium. Műsorunk támogatója a Penta Általános Építőipari Kft., az Ibül Tervező Kft. És a Protech Kft. A műsor támogatója a Proaktív M&A, a cégértékesítő. Műsorunkat támogatja a Szovigál Aktív SRL. A műsor támogatója VLG Kábelkereskedelmi Kft.